Bútort néztem a leendő közös albérletünkbe. Hálószoba, konyha, hálószoba, nappali, hálószoba. Itt az összes spórolt pénzem. Istenkém, de gyönyörű ez a tó. Tudod mit? Dobjunk bele valamit, szerencsét hoz. Ezek az Édes Charity című musical első sorai. Június vége az évadzárásról szokott szólni a Móricz Zsigmond Színházban. Idén azonban a koronavírus miatt egy kicsit átalakult a menetrend. Most nyáron nem a szokásos pihenőjüket töltik majd a színészek, hanem aktívan fognak próbálni. Az egyik ilyen elfoglaltságot éppen az Édes Charity szolgáltatja. Nem ez lesz az első rendezés a Horváth Illésnek a színházban, a musical műfajban viszont először mutathatja meg tehetségét. A rengeteg énekes, zenés és táncos elemet felvonultató Édes Charity története klasszikus, a színpadon mégis újszerű formában láthatja majd a közönség. Maga a musical egyébként egy klasszikus, a 60-as évek New Yorkjában játszódott, a 60-as évek Broadway színpadán is volt az ősbemutatója, tehát ebben a tekintetben mindenképpen hasonul a nagy kortársakhoz, a Chicagóhoz vagy a Kabaréhoz, tehát ez is egy nagy kiállítású, színes, szélesvásznú, nagy zenekaros, nagy Broadway musical lesz. De valóban a történet egy kicsit rendhagyó, és egy kicsit eltér a szokványosnak mondható Broadway musicalektől. Ez részben annak köszönhető, hogy ennek a történetnek az alapja egy Fellini film, amit az 50-es években készítettek, a Kabiria éjszakái című Fellini film. Ennek a forgatókönyvéből készítettek a Broadway színház csinálói egy Broadway musicalt, majd később egy filmet is, tehát ebből 69-ben Shirley MacLaine főszereplésével egy filmet is forgattak. A főszereplő táncos lányt Staub Victoria alakítja, de a szereposztás más neveket is tartalmaz, akiket még nem sokszor láthatott a nyíregyházi közönség. A sok új és fiatal szereplő között lesz például Jenővári Miklós, aki a magyarra nem fordított Daddy nevű karaktert fogja játszani. Én láttam a filmet, hallgattam a zenéjét, meg így igyekeztem így utána nézni, amikor felkért az Illés a szerepre. Én leszek a Daddy nevezetű karakter, aki nem került magyarosításra, úgyhogy Dediként fog futni Nyíregyházán is, aki egy, igazából még nem tudok róla ugye nagyon sokat, mert még nem olvastuk el a darabot, de egy vagány banda vezér, egy szektának lesz a vezetője, aki majd itt bonyolódik itt a történetekbe. A darab olvasó próbai hétfőn kezdődtek, de az elkészült musical csak a következő évadban láthatják a nézők kőszínházi körülmények között. Az első tervezett bemutató augusztus 16-án, vasárnap lesz a Rózsakert szabadtéri színpadon.